most sem támogatok semmilyen olyan kormányzati szándékot, amely bármilyen könnyítést tartalmazna, jelentene, akár Debrecenben, akár máshol működő vállalatok esetében a környezetvédelmi kérdésekben. Ez vonatkozik az akkumulátorszektorra, és vonatkozik minden más olyan üzemre, amely adott esetben veszélyes lehet a környezetére. Éppen ezért szólaltam meg az ügyben, egyébként nem csak az írásbeli közleményem napján, hanem gyakorlatilag azon a napon, amikor a rendelet megjelent, és tudomást szereztem róla aznap már, ahogy ezt a sajtóban is elmondtam korábban, Gulyás miniszter úr felé jeleztem a aggályaimat, és kértem, hogy a lehető legrövidebb időn belül változtassanak ennek a rendeletnek a tartalmán, szövegezésén. Olyan tekintetben, hogy az akkumulátor szektorra különösen ne vonatkozon semmiféle könnyítés. A kormány azt a megoldást választotta, hogy egy miniszteri utasítással konkretizálta, hogy mely esetekben lehet alkalmazni. Nyilvánvalóan lehet jogi vitát folytatni abban a kérdésben, hogy ez megfelelő megoldás-e vagy sem. Egy törvény mellett is születnek meg úgynevezett végrehajtási rendeletek, amelyek az adott törvény, az adott jogszabály végrehajtását konkretizálják. Az is egy alacsonyabb szintű jogszabály az én megítélésem szerint, hogy a miniszteri utasítás ebben az esetben tudja kezelni ezt a kérdést. Ha bárkinek ezzel kapcsolatban van jogi agály, akkor vannak megfelelő fórumok, hogy ezt ott megvitassák. Az én megítélésem szerint ez egyértelmű helyzetet teremt, tehát az akkumulátor szektorra, az akkumulátor gyárakra és az akkumulátor gyártáshoz kapcsolódó tevékenységet végző vállalatokra ezt a környezetvédelmi szerződés kötési lehetőséget nem lehet alkalmazni. És ezt követően természetesen mentem tovább ebben az ügyben, és konzultáltam Fő István úrral, mert hiszen a kormányhivatalokat jelöli meg a kormányrendelet arra azzal kapcsolatban, hogy megszülethet, megköthet egy ilyen megállapodás valamelyik vállalattal a kormányhivatal, és hogy semmilyen körülmények között az volt a kérésem, hogy az miniszteri utasításnak megfelelően semmilyen körülmények között ne születhessen Debrecenben olyan megállapodás, amely bármilyen környezetszennyezés esetén egyfajta menekülő pályát jelentene a szennyező vállalat számára. Ebben a tekintetben nyugodtan mondhatom, hogy a kormányhivatallal és Fő István úrral váltvához vetve küzdünk, és nem lesz Debrecenben, nem lesz olyan precedens, hogy bárki megúszná egy megállapodással a környezetszennyező tevékenységet.